se gondoltam volna, hogy azt fogom csinálni, mint ott valami éjszaka vízvertnek dolgozok. Ezt se gondoltam volna. Kis géppel. 12 óra van mindjárt. A kollega lekapta a házi begyötést a izéről. Házi begyötést lekapta a kollega. Itt kellett maradnom. Oda volt rákötve. Itt van a Tice Water, azokat dolgozom. Volt 10 centi aszfalt, 20-25 centi beton, olyan maximum 50 centi volt az eredeti szinthez képest, 40-50 centi a leállás. Cső meg be legyen mondjuk 60. Itt ez a módi. Öntött volt cső, több száz éves. Na. Na jó reggelt kívánok mindenkinek. Fogalmat sajnálok, hogy 17 vagy 8 vagy mit tudom, én nem tudom már annyira izé. Szóval a lényeg az, hogy itt voltam, mikor mentem haza. Éjfél után értem haza. A tegnapi műszakra az hosszúra sikeredett. Reggel idejöttem 6:30, és éjfél után értem haza valamikor. Tehát hosszú műszak volt, a kollega elkapta a vizet, nem volt mélyen, meg kellett várni a Tice Water-t, a helyi vízműveket, aztán nem is kellett tenni sokra, végül is nem kellett tenni sokat ásni, mert magasan van a vízcső, néhányat kapartam nekik, aztán hozzáfértek. Ugyanazt csináltam gyakorlatilag, mint Magyarországon az utolsó 5 évben, ahol voltam a vízműveknél. Ugyanazt csináltam tegnap. Na mindegy, majd lesz valami. Megdörlök már ma. Aludtam éjszaka vagy 4 órát. Megdörlök már ma, nem érdekes. Na, de mire vegyünk valami jót.
Demez Zolinak üzenném, hogy az úriember, akinek elküldte a elérhetőségét, mert hogy a YouTube videót nézzem meg neki, hogy székely gyerek valahol egy provánsznából, tökéletesen egyetértek, tökéletesen ugyanaz a világ nézete, mint az enyém. Nincs mit hozzáfűznöm, igazából, semmit. Semmit nincs mit hozzáfűznöm. Ugyanaz, normális ember. Ennyi. Mindenben ugyanaz. Ugye megy itt a nagy doma mindig, hogy liberálisok, konzervatívok, ilyenek, olyanok, amolyanok. Nem szerettem. Most ha én azt mondom például magamról, hogy támogatom a melegek házasságát, támogatom a melegek gyerekvállalását, támogatom a könnyű drogok legális tételét. De tökéletesen liberális elvek. Támogatom a sorkatonosság visszahozását, támogatom a gyerekek testi fenyítését iskolában. Támogatom a halálbüntetés visszavezetését. Ezek tökéletesen konzervatív elvek. Akkor most milyen vagyok? Akkor milyen vagyok? Ma rájöttem, hogy középen állni nem lehet, mind a két oldalról lőnek. Hajszál pontosan tudom azt, hogy a Fidesz mellé kiállok, hogy a balosok leoltanak. Ha Fidesz ellen mondok valamit, beszélek, akkor a jobbosok oltanak rá. Ezt már megszoktam mondjuk, de ez így van. Nem lehet középen állni. Tegnap beszélgettem itt ebben a... Ketten voltunk itt egészen, mondom, amíg megjöttek a vízesek végig. Az a fekete gyerekkel, akivel itt együtt dolgozok, Gambiából van. És hát ugye 11-ig nem jött senki, itt voltunk 4 órától 11-ig ketten. Mindenről beszélgetünk. Világtörténelmi folyamatokról is, például az ukrán háborúról. Hihetetlen módon befolyásolja a média a az ember, pláne Angliában, ugye Putyin rossz, ez az alapállás, mert megtámadott egy szabad országot. Most hiába mondom neki, hogy Ukrajna a büdösebben nem volt szabad független ország, soha nem volt az. És hiába mondom neki, de hát az egy szabad ország volt. Mindegy. És Putyin rossz. Ja, ez igen, ha valaki csak annyit néz, mert annyi jut el valakihez, hogy Putyin és Oroszország megtámadott egy másik országot, ha valaki csak ennyi jut el, nyilván ennyi csapódik le, indulja a következtetéssel. Ok és okozat összefüggéseket. És ugye most mondjam neki el a kubai rakétaválság, ami dettó ugyanez volt. Ugyanaz a szituáció, amit most a kubai rakétaválság, amikor az oroszok akartak rakétákat vinni, úgymond az USA-nak az alhasába, ugye? Most már a NATO akar rakétákat vinni az Oroszország alhasába. Mindegy.
média iszonyatos hatalom. Hihetetlenül tudja befolyásolni az embereket. Példát mondok, háborúnak valamely szakaszában azzal vándorolták meg az oroszokat, igaz vagy nem, nem tudom, hogy egy kazettás bombákat vetnek be. A kazettás bomba gyakorlatilag egy tömegpusztító fegyver. Felrobban a levegőben, több kisebb bombára nyílik szét. Ezek a kisebb bombák tele vannak repeszekkel, és írtak mindent, amit el lehet képzelni. Egy gyakorlatilag egy igazi tömegpusztító fegyver, és ebből kifolyólag ez tiltott egyébként elvileg, és hogy ez háborús bűncselekmény követett el Oroszország, jött a ilyen olyan amolyan duma. És mit történik? Amerika bejelentette, hogy kazettás bombákat fog szállítani Ukrajnának. Na, erre vajatok gombot. Ugyanis kifogytak már a szállított, a lőszerből, aknából, mindenből kifogytak már, amit lehet szállítani Ukrajnának. Az összes aktaüves már. A saját védelmi képességeiknek a rovására megy már az európai országoknak a rengeteg fegyverszállítás. Már minden raktár kitakarítottak. Ukrajnában naponta lőnek el annyi lőszert, amennyi mondjuk egy amerikai gyárnak az egy havi termelése. Ukrajnában naponta lőnek el annyit. Nem maradt más, hogy kazettás bomba. Igen, ez viszont igazságos, demokratikus kazettás bomba. Na? Milyen érdekes? Kazettás bomba és kazettás bomba között micsoda különbségek vannak? Az egyik az a jóságos, igazságos bomba, a másik már fúj, a másik. Az meg ezért, háborús bűnös bomba. Ugyanaz egyébként, nem érdekes. Ugye tegnap a bacsora is ugye elmaradt, mert nem mentem haza. Szerencsére az iraki srác itt, ez az iraki étteremnek a tulajdonosan megint megvendégelt minket. Mégis volt valami kaja, amit enni lehetett. Na mindegy. Szóval érdekes dolgok történnek ebben a háborúban. Nagyon érdekes dolgok történnek. Ami 35 ország szállít fegyvert Ukrajnának. 35 ország. És azt mondja ez a gázmai srác, hogy a világ nagyobbik része az Ukrajna mellett áll. Mondom nem. Sajnos nem így van, mondom. A világ nagyobbik része Oroszország mellett áll.
ha nem is direkt kiállással, de Oroszországgal ért egyet. Ha csak azt nézzük, hogy Kína és India együtt 2,5 milliárd népesség, és akkor még nem említettem a többi ázsiai országot, a dél-afrikai országot, az afrikai országokat, dél-amerikai országokat, Brazília, Argentina, stb. Ezek minimum semlegesek, de inkább Oroszország mellett állok. Csak ugye Európa az Európa, a civilizáció bölcsője, és hát az a mérvadó, ami Európában zajlik, ami Európában van. Igaz, hogy már régóta Amerika mondja meg, hogy Európa milyen lehet, és ki mellé kell Európának kiállni. Nagyon régóta Amerika mondja meg. És hát maradjunk annyiban, hogy ugye nagyon vigyázni kell azzal a dologgal, hogy mikortól kit és melyik országot nevezzük szabad és független országnak. Mert jelenlegi állapot szerint sem Európa nem az, de még Magyarország sem. Hiszen Magyarországnak is diktálnak, vagy próbálnak diktálni. Akárhonnan is nézzük. Ugyan nem tudják megmondani, hogy mit jelent az, hogy európai értékek. Moni, Moni! Hello? Yeah? I'm going here 11:30. Going home, yeah, 11:30. You still here? Stay here, yeah. Crazy. Come here, Times Water, 11. Times Water, 11, come here. Is house contact. Na. Szóval hogy nevezhetünk egy olyan országot függetlennek, amelyik bizonyos dolgokon, bármilyen dolgokon nem saját akarata szerint dönt. Akár gazdaságilag is csak. Yeah, this here pipe, but house contact. You broken house contact. Ah, right, just house contact. Pipe is go there. Plumb material, you know, plumb. No plastic. No. No plastic, no plastic, no iron. Copper? No copper. Lead. Lead pipe. Lead. Lead. Very heavy. Yeah, lead. Lead? Very heavy, you yeah. know? Yeah. Lead? Lead pipe. Yeah, lead pipe. Okay. It's cast iron. Cast iron is main pipe. Cast iron is very heavy, is soft. Yeah, that's it. Lead. Lead. Okay. Okay. And was top tap. No, it was capping. No, the tap is main pipe. Yeah. Main pipe. This bend, and tap. Uh-huh. Yeah, tap. You pull tap top. Yeah. Tap top. Yeah. Yeah. Is was tap top is very high. Yeah. Very high. The tracks. Yeah. I didn't do with the digger. Yeah. The tracks over it. Yeah.
Yeah, maybe higher. It's quite fruity enough. Yeah. Away first, I think, then type one. Yeah. And did you hear that? Or did you more? Yeah, all this is coming up. De csomózár van benne. Jól van, majd vigyázz a barátom. Nem tudtam az angolnak, nem tudtam angolul a ólomnak a nevét. Szerintem valami LED. Oké. Meg kell néznem az angolban a ólomnak a nevét, jó van. Na, szóval aztán folytatod a gondolatmenetet, azért a független állam, akár a dolgaiban nem szólnak bele, csak mondok egy példát, mondjuk Svájc. Ez egy valóban független állam. Senki nem diktál neki. Norvégia. Nem tagja az EU-nak. Szóval, ha már betagozódik valaki valahova, ott már megvan az a veszélye, hogy próbálnak neki diktálni. Ugyanezt történt Magyarországgal. Ha beléptünk az EU-ba, szó nem volt arról, hogy aztán ilyen idáig eljutunk, mint most. Szó nem volt arra. Ez egy gazdasági együttműködés. A gazdasági együttműködés nem a jogállamról, mert az európai értékekről szól. Gazdasági együttműködés. Az is volt a neve valamikor. Közös piac. Na, az volt a neve. Szóval Ukrajna abszolút nem volt soha büdös életben önálló független állam. Mindig diktált neki valaki. Vagy Oroszország, vagy Amerika. De megmondták neki, hogy merre az arra. Merre van az arra. Ahogy nem független Belorusszia, és egyetlen egy EU-s állam sem független, talán Németország, Franciaország, mivel hogy ők diktálnák, ők vezetik az EU-t, de hát ők is inkább azt hajtják végre, amit Amerika mond nekik, igazából. Amit Amerika mond nekik, azt hagyták végre, még ők sem nevezhetők függet. A Németország pláne nevezhetők független, hiszen jelenleg is amerikai megszállás alatt van. A második világháború óta Németország amerikai megszállás alatt van. Erről senki nem beszél. De olyan nagy probléma volt, hogy hú, hát az orosz csapatok benn vannak Magyarországon, de micsoda izé, hát fú, hát egy skandalum. Kérem szépen, Németország mai napig amerikai megszállásra. Hagyjuk már ezt a baráti ország, meg ilyen NATO tag, meg ilyen ökörségeket, ezt hagyjuk már. Kérem szépen. Ott vannak az amerikai csapatok. Egyetlen egy indokot mondjon nekem valaki, hogy miért kell Németországban amerikai csapatoknak állomásozni. Ugye? Ki fenyeget kit? Vagy hogy? Akinek az erő van, az diktál. Értelemszerűen. Na mindegy. Szóval vigyázni kell ebből a független állam kifejezéssel erősen. Na mindegy, csak ennyit akartam mondani, mert ma meg fog dödleni. Azon megyek, szerintem bedőlök az ágyba, azt alszok. Na mindegy. Ez a srácokról beszélt, az őt történt ennek a csövet. Ráadásul nem is ő a gépnek a kezelője, mert külön kezelője van neki. Ő csak beült a gépbe, aztán... Na.
Közben most olvasom Csiráki Attilának a hozzászólását a tegnapi videómhoz, hogy, hogy Budapest fél lábbal a csődben van, és mégis sokkal jobb a tömegközlekedés, mint Londonban. És ez tökéletesen így van egyébként, totálisan így van. Sokkal jobb a tömegközlekedés Budapesten. Annak idején volt nekem egy nagyon érdekes vitám egy Magyarországról Londonba jött buszvezetővel. Aki itt a buszvezetés, egy nagyon komolyan kiállt a londoni közlekedés, tömegközlekedés mellett, hogy az ilyen jó, olyan jó, amolyan jó. Azt mondja nekem, hogy azt mondja, te hogyan oldanád meg? És ezen nagyon felháborodtam ezen a dolgon egyébként. Ez sokszor felmerül ez, hogyha van valamilyen kritika ér valamit, mindegy, hogy milyen kritika, azt mondja, hogy te hogy csinálnád? Barátom, nem engem fizetnek érte, hogy megoldjam. Arra, hogy megoldják a londoni tömegközlekedést, arra az emberek iszonyatosan jól megfizetett emberek vannak. Nem jól végzik a dolgukat. Ez ilyen egyszerű. Nem jól végzik a dolgokat. Nem az én... Mindig azt, hogy te hogy csinálnád? Hát barátom, majd hogyha én lennék abban a pozícióban, és látnám a lehetőségeimet, meg tudnám, hogy ki támogat és hogyan, mint, akkor esetleg megpróbálnám megoldani megfelelő fizetésért. De én, nekem csak egyetlen egy jogom van a kritikát megfogalmazni. Mert ahhoz jogom van. Nem nekem kell megoldani. Most érted? Most képzeld el, hogy az autószerelő megkérdezte tőlem, hogy és te hogyan csinálod ki a főtengelyt? Hát, passz meg! Most képzeld el, hogy én megmondanám neki, meg én ismerem, de most mondod egy példát, Gipsz Jakab patikárius elviszi az autóját az autószerelő, és az autószerelő megkérdezte Gipsz Jakab patikáriust, aki mindössze azt mondja, hát szar az autó. Ugye? Ő csak annyit tud mondani, hogy szar az autó, mert ezt tapasztalja. Ugye? Elvisz az autószer, és azt mondja, na és te hogy cserélnek a főtengelyt? Hát nem az ő dolga, mert nem őt fizetik érte. Nem az a dolga. Ő azért hoztál az autószer, hogy megcsinálja. A tömegközlekedésnek azért vannak szervezői, meg hozzáértő emberek, elvileg hozzáértő emberek, azért vannak, hogy megoldják a problémákat. De ez a legfelháborítóbb dolog, amikor feltesz, te hogy csinálnád? Barátom, nem engem fizetnek érte. Nem az én dolgom megoldani. Én felhasználó vagyok, én fizetek azért, hogy a londoni tömegközlekedésben én részt vegyek, úgy vegyek részt, hogy egy úgymond angol kifejezésen good service-t, jó ellátást kapjak. Tehát én a pénzemért, amit viszonzásként akarok, az good service. Egy jó ellátás. Nem pedig behúzott metró rácsokat, mikor megyek a metróval, vagy utaznék reggel a metróval, és be van húzva rács. Mert azt mondja a buszsofőr, hogy eddig jöttem, és nem megyek tovább. Nem ezért fizetek. Nekem azért fizetnek, én azért fizetek, kérem szépen, hogyha nekem a busznak a homlokára rá van írva az, hogy a végállomás Golders Green, akkor én, ha felszállok arra a buszra, az elvigyen Golders Greenbe. Én ezért fizetek. És ne tegyen le Hampsteadben, mondván, hogy eddig jöttem. Várd meg szakadó esőben a következőt. Tudod? És ez tényleg így van. Igazán Attilának a budapesti tömegközlekedés nagyságrendnek kell jobb, mint Londonnak a tömegközlekedése. Sokat dolgot tudnánk még mondani, ami sokkal. Kérem szépen, vízcsőtörésre visszatérve. Naponta 10 millió liter víz szivárog el a londoni csőhálózatból. Ez 10 ezer köbméter naponta. Eltudjátok ez, hogy ez mennyi? 10 ezer köbméter víz naponta, ami nem azért, mert eltörik a csövet, nyilván az is benne van, hanem ennek a 99%-a spontán előregedésből származik.
Tehát magyarul ez a város, ez már 300 éve az infrastruktúra le lett fettetve, az öntöntöttsor le lett fettetve, és azóta ezek nem lettek felújítva, nem lettek kicserélve, és mennek tönkre. És sokkal egyszerűbb és olcsóbb a víz pótlására egy furt kuttal többet tenni, és pótolni az elfolyó vizet, mint a több tízezer vagy százezer vízcsőtörést megcsinálni. Tudok olyan vízcsőtörésről Londonban, ami akkor is folyott, amikor már kijöttünk 12 évvel ezelőtt, és még most is folyik. Már körülötte már külön flóra, moha, meg ilyen mindenféle vizet kedvelő növények, nád, stb. Kezdik kidugni a fejét, meg így növögetni. Egész egyszerűen vízcsőtörésről beszélünk. 12 éve folyik. Azért mondom. Szóval öntött vas csövek, előregednek. És ugye London volt az első város a világon 1900-ban, amelyik átlépte az 1 milliós határt. Jó, azóta már vannak 20-30 milliós városok, és nem erről van szó. Arról van szó, hogy London volt a leggazdagabb város, hiszen iszonyatos gyarmatbirodalom fölött rendelkeztek, kirabolták a félvilágot, ömlött ide a pénz. Nyilván legelőször itt csinálták meg a vízhálózatot, a csatornahálózatot, a telefonhálózatot, a vasúthálózatot. És hát az egész infrastruktúrát legelőször itt csinálták meg, mert hát olyan gyarmati háttér volt Anglia mögött, hogy meg tudta csinálni. Na. Csak hát ez ma már előregedett. Totálisan előregedett. Olyan vízcsövek vannak, hogy elképzelni nem tudjátok. Hát a kábelekről már nem is beszélek. Én a büdös életben még ilyen öreg kábeleket nem láttam, mint itt. Ilyen öreg, szétrohadt, szétrosdásodott páncélkábeleket. Büdös ebben még nem láttam. Tudjátok, mint adja össze? A páncélkábeleknek, ez ilyen fémburkolatú kábelek, és belül van egy ilyen zsírpapír szerűség, ami szigetel, ami a három fázist beburkolja, és azon kívül, ezen a zsírpapíron kívül van a maga páncélburkolat, a fémburkolat. Na, a zsírpapír az, ami összetartja az egészet, mert az nem rohad el. ilyen olajban imperiált papírról van szó. Na, azt tartja az egész kábelt. Mert a páncél már lerohadt róla. És ezek még élő kábelek a föld alatt. Na. Na, egyelőre ennyit. Hát ennek a... kivert az ágya szemét ennek a láncnak most már végleg. Attól félek, hogy elszakad. Valamikor nagyon meg van nyílva. Az emberek vagy már menni. Na! Nagyon szépen bent vittem egy tájpart, egy teherautó van bent a területen. Itt vagyok kint, itt a Lambó mögött vagyok, úristen, micsoda autó. Rátenném a gondolat a tetejére, mi történne? Lambónak rátenném a gondolat a tetejére. Ha? Véletlenül ráesne a tetejére konár. Le van zárva, és nem, bemennek, mindig bemennek. Mindig. Mi van már ott belül?
távra téve, hogy gyalogosok, kérem használják a másik utat, gyalogjárda lezárva, footpath closed, nem számít. Bemegy, végig megy rajta. Nem lát 20 métert előre, hogy le van zárva, nem tud olvasni. Road closed, ha kellene nagyobb, tehát a road closed. Út lezárva. Kellene nagyobb tábla. Nem számít neki semmi. Kibaszott tárfant, aztán gyere ki onnét. Tudja dolgozni. Baszomba. Mutatja, hogy tegyem rá tetejére. A kanalat. A Lambónak. Lambó SUV. Már mindennek van SUV egyébként. Egyedül a Ferrari-nak nincsen, bár ők is tervezőre csinálnak. De az Aston Martintól kezdve a Lamborghini, a Rolls-Royce, a Bentley, mindnek van SUV. Mindnek. Van SUV. Két szőrújat most szerelték fel, egy fél óra volt az egész rászerelés egyébként. Egy fél óra volt az egésznek a szerelése. Igaz, hogy három embernek kellett cincálni. Egy fél óra volt. Az a helyzet, hogy most, hogy elnéztem ezt a gépet, én azt hittem, hogy ez ebben 800 óra van, az óra szerint annyi van benne. De most megláttam a lánckereket, hát ebben nem annyi van. Valószínű display charm volt rajta.
van a izéba. A... Víz van a üzemanyag, baszmatja. Megvendéljátok megint mindjárt egy kólára. Addig nem hagy békén.